Sziasztok, srácok! Ebben a videóban játszani fogunk. Bellani. Vagyis nem. Tavaszi szüneti videó. És a szünet első napja videó. Bejött egy új klubtag, ezt nézzük meg. Limo. Nagyszerű. Várjatok egy percet. Na, vissza is tértem. Bejövünk a shopba, akkor láthatjátok, hogy mi fogad. Ezek a jó kis playerek, akkor majd megveszem. Ez a... Hát remélem, hogy ezt a player icont meg lehet legközelebb is venni, és nem csak most lehet, mert akkor én kiégek. Az a baj, nincs 80 kemem erre. Hú, de szarul néz ki a Bunny Penny. Eddig is egy szar skin volt, de csináltak belőle még szarabbat. Krampus S. Úgy, nagyon laggol a játék, srácok. Remélem. Új helyen vagyok, hát eljöttem vendégségbe. Egy kicsit vízhangzik a játék, akkor az amiatt van. Tehát, hogy így vízhangzik a hangja, meg én is egy kicsit korábban beszélek. Na nézzük! Ugye még ennyi questünk maradt tegnapról. Én azt mondom, hogy simán nyerhetünk. Szerintem Big Game-be jöjjünk be Amberrel. Azért, mert Big Game-be lehet a legtöbbet csücsövezni. Remélem nem én leszek a nagy. Na bazd meg, hát pont én lettem a nagy. És merre kell mennem? Jó, erre. Hát igen, azért itt tudunk sebezni. Most kinyomtam az ammóim. Akkor itt egy kicsit gyújtogatni szeretnék. Én úgy döntöttem. Mondjuk azt is ott felgyújtom. Lehet, hogy nem a legjobb döntés, de hogyha szarokkal jössz be, akkor mindig te vagy a Big Brawler, szóval... Dynamite, taka innen! Mindegy, hogy veszíteni fogunk. Nem az a lényeg, hogy nyerjünk, már mondtam. Már vesztettem is, de azért sebeztünk. 39 ezeret. Szóval már csak 50 ezeret kell sebezni. Most már nyilván nem én leszek a nagy. Igen, de így még többet tudunk sebezni, tehát. Elég jó csapatunk van. Tehát jó, azért egy griffet nehéz lesz, de darálni lehet. Lehet darálni. Csak... Hát igen, hogy így nem tudunk közel menni hozzá. Nem gond, ha elveszítjük. Nekünk csak az a lényeg, hogy sebezzünk. Nem tudom, hol van volt most griff. Viff most már az egyik legjobb kávé. Nem tudom, hogy tudjátok-e, de... ezt nagyon mellé lőttek, bro. Na már, ezt vesztettük. De mindegy, nem az a lényeg. Közel se tudunk menni hozzá, ez hihetetlen. Hát már nincs esélyünk. De azért remélem tudunk sebezni még.
Na most beszorult egy kicsikét a bajnok fejű, az önző. Na jó, hát 28% az, ha beafkolna, se tudnánk leszönni. Na de, akkor be tudnánk darálni. OP. Tehát az nagyon OP volt. Jó, azért még sebeztem bele, hát megint nem lett meg lesz, de 11 000 sebzeszünk csak. Ez nagyon kevés, ez gyász keret. Köbi, az duós rúdáú lesz. És már csak 40 000 kell sebezni. És egyébként, hogyha bármilyen zajt hallatok a videóban, akkor azért bocsánat. Ma még lesz 4 videó, szóval ez egy elég durva nap lesz. Most gyorsan elhozok. Ennek sok értelme volt. Mellé lőtt, de béna vagy. Nem fogsz eltalálni. Sose fogsz eltalálni, gyerek. Jó. Ez csopógombóc. Szemétláda. Na? Ajaj! Jó, jó! Hoppá! Kicsit hangos a játék, de így szerintem semmi ízé nem lesz nagyon. Jaj, jaj! Hát te ott haltál. Már bocsi, én is haltam. Szétszi? Jó. Ú, legalább kihoztuk egy showdownra. Oké, hogy innen elcsesszük, de legalább showdown van. Ú, tesó, azt nagyon elrontottam. Ezt én nagyon nem így csináltam volna. 3600-as sebeztünk. Hát akkor ez... nem tudom mit. Menjünk egy... még egy kört. És ide leülök a sarokba. Itt... sötétem van. Na, nézzük. Na, ezt felszeded? Hát felszedte. Utálom ezt a karaktert, a szemet. Kicsit lagolok. Az a Pem az észrevette, gondolom. Most már biztos. Fú, de rohadék csapat az. Aha, de jó. Annak már 10 párat kívülön konkrétan. Oké, duóban tímelés a legrosszabb dolog a világon. Jó, hát nem habozik az a Pem. Simán ide jön egyébként. Létszi nekem a tojást. Ó! Rohadjál meg. Ú, az a Pem. Jó, okos vagy. Okos vagy, te sám. Most megúvod magad. És milyen jól csinálta amúgy ezt. Amúgy. Okés. Megvagyunk.
Csak még én bőrrel nem. Egy tojást felszedtünk. Jó, mehetünk. Muszkóin. Akkor szerintem menjünk. Egy brawl volt. Ezután egy pár meccset replay-elnem kell. Viszont tegnap este mentem a GLA meccseket, hát első két meccset elveszítettük. Viszont ez mindig így van. De aztán nyertünk egyet, és konkrétan utána a meccsben egy percig mi vezettünk, tehát egy percig, az utolsó másodpercben egy Megabox Daryl skinnel egy Daryl bedobta a kosarunkba, és pont, hogy overtime-ot írt ki, épp, hogy overtime lett, és aztán draw-ra tudták menteni azt az eleve szerintem valószínű mínusz 6 kupát. Nem hittem el, hogy draw-ra mentették, tehát döntetlen lett, de hogyha az a Daryl nem dobja rá, és feladja hamarabb, akkor közából az egy lose nekik. Bazd meg. Ez gól. Ha! Nem szedte fel a labdát. Ne, nem, nem, nem. Szóval ez szar volt. Szar vagy. Jaj, ne. Majdnem meghaltunk. Hát ez baromság volt rányomni a szupert amúgy. Tehát elhasználta rám a szuperét. Most már nincs bokrotok? Haha. De fake! Ezt nem mond már, hogy 3000-et kell sebezni még. Ez ilyenkor olyan utálatos. És ugye nem is csalhatnék ezzel, hiszen nem ma játszottam, hanem tegnap este, miközben néztünk egy filmet, lejátszottam gyors ezeket a meccseket. Gyorsan lejátszottam azt. Azt még egyszer meg kell csinálni. Muszáj. Egyszerűen. Néztünk egy filmet, és ugye nem is tudnék ezzel hazudni, hiszen máskor nem lehetett, hiszen tegnap basketball meccs közben. Szóval ma már duels van, és nem basketball, szóval üljön le! Üljön le! Mit forog amúgy? Troll boys! Sose halsz meg! Jó, azt felgyújtottuk. Timizselődik. Jó, írtsad ki. Fú. Ne. Ne. Ne, 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 nem jó! Épp hogy. Ha egy
1-1 az állás. Jó, megfordítottuk a meccset. Úristen. Épp hogy. Mi? 3 cucc? Hogy jött össze? 53, 57 és 58. Hát mindjárt meg lesz. Chester. 95, 95. Simán meg lesz. Na. Most menjünk le a... Nem, nem megyünk, hanem replayezzük a tegnapi basketballt. Megyünk már be. Itt van ez a kettő meccs. Az egyiket nem tudjuk. Ezt miért nem tudjuk? Recording failed. Ezt miért nem tudjuk? És ezek több kupán voltak, és úgy nem tudtak legyőzni. Jó, még jó a Crow az nem, de azért az is erős volt, meg fame rankja is van, szóval. De miért nem lehet no replay, recording failed? Pedig nézzétek meg, az összes többit lehet, amiben vesztettünk, de bazd meg ebben nem. Ez véletlenül se lehet. Dögöljél meg. De a drót akkor azt, mert ez durva volt ez a dró meccs. Tehát az egészet végig nézzük, mind a 3,5 percet. Hát ilyen egyenlők a csapatok. De itt meg azt gondoltuk, hogy erősebbek vagyunk. De szerintem bedobta volna, hogyha nem sütröm el, de mindegy az. Oké, én vagyok ugye a GL-lel. GL-lel jöttem, azt nem is mondtam. Hát itt majdnem meghaltam. Itt nem dobta rá. Itt átpasszolja. És azt hiszem én szerzem azt az egy gólt, amivel vezetünk. De azt nem most. Igen, most. Azt szarul dobtam rá. Talán itt. És akkor itt rádobom. Ja nem. Nem, ez is félrement. Azért ez is szépet pattogott. Hát itt a... Hát itt a... igen. Itt a... Griffnek akartam passzolni, de nem jött a szénkebb az enemének. Bilónak. Na. Jön ki ugye a... Kari. És azt veszem észre, hogy... Hoppá! Én rádobtam itt, és itt meghalok, és pont bedobódik. Itt már ugye vezettünk, és hát egy percig vezettünk nagyjából, egy 40 másodpercig. Hiszen is utána már döntetlenre fordult az eredmény. De lesz egy kicsit elhibázta, hogy még a gadgetet is rám nyomta, pedig alapból is kinyírt volna szerintem, vagy hát kinyírt volna, tudtam. És itt egy jó megindulásom volt, csak itt ezt nem tudtam eldobni. És itt már mindenki gondolta, hogy hát ezt tuti megnyeri. És itt jön a Daryl, el is fújjuk, és itt rádobja a Daryl, és már mint hogyha vége lett volna, szerintem már a zene is úgy ment, hogy vége. 3-2-1, és vége, és akkor bedobta a Daryl, és kiírta, hogy ő dobta, aztán overtime. Na itt már teljesen kiírtunk.
Még itt is volt egy dobási kísérlet, hát itt már nagyon izgultunk a derbi miatt, kb. Kinyírtuk mindig, amikor csak lehetett. Az a Tival meghalt, az is meghalt, és ott a Griffost is. Ez nagyon jó lehetőség lehetett volna, de hát elrontotta. Hát nem tudta bedobni mindegy igazából, mert ők se nyertek, addig nincs gond a döntetlenre, hogyha kifordították volna így, akkor én, na itt is volt egy olyan, amikor összeszorítottam a fogam, hogy nehogy. Itt még átdobja, az, hogyha elkapja, talán lehetett volna egy nagyon jó lövés, de draw. És akkor még mehetünk bárkivel. Két meccset. Mondjuk kiválasztom mondjuk. Ki mondjuk Benny, itt utálom. És ez mit tud a Thirsty Spyglass? Hát ez jobb a Salty Barrel. Jobban csípem, mert nem szoktam Pennyvel játszani, mert utálom. Csúnya karakter, meg nem is jó, nem is erős. Csak helyzbe gadgettel. Daryl sokkal jobb, hogyha még alacsony szinten vagytok, akkor Darylt válasszátok. Kisebb szinten. Inkább Darylt. Tehát Darylt válasszátok, mert Daryl sokkal OP-bb. De egy lópébb amúgy. Ez érdekes meccs, nem tudom mit csinál az a karakter ott, az az Árti. Azt hittem belövi, és be is lövi. Nem tudom kimondani a nevét. Mindegy, az a lényeg, hogy ő a gólszerző. Most már gadgetem sincsen, csak kettő. Jó, célozzátok az alját. Mert az alja meghal, ő is meghal. Inkább az alját öljétek. Mert őt lehetetlen megölni. Jó. Én ledobok egy új turretet, mert megint van. Haha, mi az, hogy visszatelekolt? Azt hittem megdobjuk instan. Ja nem, benyomta a gadgetet, gondolom. Vagy nem. Valahogy visszatépézett. Szerintem a Star Power, vagy nem tudom mi. Jó, Bimba belőtte. Simba. Bimba. Ugye megtöbbök a múl. Feng. Hogy ölték meg a múl. Mert megint overtime-ba fut ez a meccs. Nem tudom hogy, de hoppá, le kéne rakni az ultimat. Csak ez itt hó, katers, ki, karas, ki, őte. Ezért nem szeretem Pennyt. Nem is tudok vele játszani. És csöves. Nem is lehet vele nagyon játszani. Nem is tudom, hogy ki tud vele játszani. Most már ne legyen az enemybe olyan kameraszopóló. Hát Mortis, az pont olyan erős kb. Brawlballa legalábbis biztos. Jó.
Mi a fasz? 3 HP. Mi az Isten 3 HP-je volt? 3 HP-n volt. Így nem lőttem be. Bazd meg! Minek raktam le gerítet amúgy? Ne, és jön a Mortis. Instant dead. Emlékeztek, mikor megöltem úgy egy bázt, hogy tikkel voltam, és neki 10 power cube volt, nekem meg 3. Hát csak egy kicsit bedőtelt. 7 HP-val ne jeljem már túl. Kellemetlen. Ha megöltük volna, akkor nem védte volna ki. És ha 8-al többet sebzek, akkor az megdöglik. Legjobb korban az meg. De jó lehet ez a megindulás! Ott a vezetés. Jó ötlet volt előre passzolni, Leo. Megköszöntük. Én így szoktam megköszönni, hogy nyomok egy lájkot, aztán pedig... Tehát nyomok egy lájkot, a lájk benyomás után pedig így rálövök arra, akinek üzenem. Hát ez bukott meccs. Jaj, még biztos lőnek egy gólt. Há, egyet nyertünk Bennyvel. Hú. Még 2-t megyek, aztán elköszönök tőletek. Jeanette-tel is jól questünk. Na milyen questet relololjunk, mert még egyet tudunk. Quests. Relol quest. Valamit ezek közül. Szerintem Crow-val nem akarok játszani. Stay undefeated for 16 rounds in knockout. Na, nem akarok Crow-val 5-öt nyerni, kösz. Jó, Nita. Ritkán van Nitával quest, de akkor meg szemmel játszunk egy meccset, meg Nitával játszunk egy big game-et. Csak mondjuk... Nebról volt. Fent van Oki. Mondjuk Duo-t. És akkor... Kempelek a bokorba, szoszi bro, szoszi, szoszi, szoszi bro. Mindjárt 11 óra. Hoppá. Jó? Nem kell itt kempelni, bejövünk középre azt. Hoppa, ki van ott középen? Crow? Eljövök érted! Na, geci! Gondba vagyok. Jó, egyet kell nyerni vele, azt nem mondtam. Tehát nem csak menni kell meccset vele, mert az úgy semmi. Legalább egy embert öltem, csak azt most kurvára nem kell. Ok, mert mort. Menjünk oda gyorsan. Hoppá. Be akartátok lopni, vagy mit? Mit akartatok?
az meg, mert Mortis csinálj valamit, mert Mortis. Jó, ezt sem nyertük meg. Ötödikek lettünk. Szépen mínusz 3 kupánként haladunk lefele. Mert Mortis, ez lófasznak látszik, szóval, hogyha következőt is elveszítjük, akkor komolyan mondom. Kilépek a lóból. Nem fogok itt. Hú, mennyit sebzek. Húrva sokat. Szedd már ki. Ügyes. Ügyes vagy, kisfiam. Abba. Ott egy tojás. Jó. Végre megnyertük ezt a meccset legalább. Mi van? Stannod vagy mi? Mit dobsz rám? Szerintem nem jó van neki. Ja, Stan van. De Stannak semmi értelme. Na, annak semmi értelme. Jó. Meg vagyunk. Jó, megvan ezzel a szemmel. 3 tojás. Akkor 40 krommal kredítsz. És már minden meg vagyunk. Már csak egyszer van 40. És aztán semmi. Akkor menjünk együtt valósót. Mondjuk... Kivel jöjjek? Kit mondtam? Nita. Tényleg Nitával. És azt hiszem itt jó lesz a... Ez itt, és... Hát itt nem érhet sokat ez. Ez a... Bear with me. Inkább jövök a gyorsan ütővel. Jaj, de big game-et akartam, akkor ezt gyorsan elrontjam. Haj meg, légy szíves! Halljál meg! Hát akkor már ezt is meg kell nyerni, de még big game-et akartam menni. Nitával, mert a jó big game-be. Akkor ezt roncsuk már el, légy szíves. Csináljad már! Na! Mindenki ezen a részen van? Igen, pont nem érdekel amúgy. Meghalt gondolom a macim is. Mindenki azon a részen van, de ne éld már túl, te rohadt fejünk. Mindegy, úgyis megyek még egy big game-et, mert big game-et akartam, csak elfelejtettem átváltani a játékmódot. De ezt megmentettem. Jaj, de jó, hogy nem érsz el. Idáig. Ott van 2 tojás, az a tuti kemper valaki. Fix. Nem kemper senki erre. Ja, de volt itt egy búnak egy standalós izéje. Na, hát már 3 tojást összeszedtünk. Akkor nem volt egy hülyeség bejönni ebbe a játékmódba. Mindegy az. Úgyis meghalsz. Vagy én halok meg? Mindegy. Ezt besztennollak. Ezt megszívtam. Mit csinál? Na most már ne halj meg, de most már meghalsz persze. Mindegy, 3 húsvéti tojást szedtem össze. Nézzük, mit kapok érte. 13 fejlesztési pontot, amiért kapok. Ez hozzáadta, azt hittem, hogy fogok kapni 26 coint.
Hát nem kaptam, de akkor váltsuk át, és akkor ez az utolsó, mert Big Game. És hogyha rossz karakterrel jössz, akkor leszel nagy karakter, de hogyha jóval jössz, akkor mindig kicsi leszel. Szóval legalább egy Spike a nagy. Hát igen, ő nem olyan jó, ezért ő lett a nagy. Nitával meg Jessivel sosem leszel nagy, de nekünk most limigelni kell 100 000-et. Az nem olyan gáz. Emlékeztek, mikor két undorító questet, az egyik Janet questet rilolloltam, meg még egy másik duósongem, vagy nem tudom miért. És a Janettel ugye akkor még nem játszottam, meg most se játszok, de nem akartam megcsinálni a questet. Erre rilollolom azt a duó, előbb a Janetteset, kapok helyette valamit. Aztán a duósot kapok helyette egy Janetteset, vagy nem tudom, hogy duós volt-e, vagy bármilyen, nem tudom milyen volt, csak kaptam helyette egy Janetteset, és konkrétan rilolloltam kettőt, és ugyanott voltam, mert... Jaj, mert egy volt egy Janet, aztán volt egy másmilyen, aztán megint lett egy Janettes. A jó Spike. Lehet, hogy ő is elég jó amúgy ide, mert most már meghalhatna. Na, sebezzük! Sebezzük a bajnokot! Na, pont belesételtem, nagyszerű. Oké, oké, gyorsan, 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 gyorsan! Még semmi nincs veszve! Pipa, ide rá! Oké, meg vagyunk! Sebezzünk már még. Mindegy, hogy elveszítjük, most már csak az a lényeg, hogy sebezzünk. Túrjad rá. Túrjad. Úgy, úgy. Úgy, 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 jó, 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 jó. Az még az én sebzésem. Mindegy, 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 mindegy. Nézzük, mennyit sebeztem. 11 000-et csak. Csak 11 000-et sebeztünk. Na jó, hát ez nagyon nem érte meg. Akkor videóban találkozunk, császló.